Január 1-én fél évre Horvátország vette át az Európai Unió soros elnöki tisztét. A jeles alkalomból több ezren vettek részt a zágrábi Jelasics téren, a kormányzati ünnepségen, amelyet újévi tűzijáték és koncert követett. Az eseményen felhangzott az Európai Unió himnusza is. A horvát kormány 2013-as uniós csatlakozása óta először tölti be az eurotációs alapon működő elnökségét. Nem lesz könnyű feladat. Ebben a fél évben kezdődik el az Egyesült Királyság unióból való kiválásának folyamata. Megállapodást kell kötni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, és egységre kellene jutni a tagállamoknak a migráció, a jogállamiság vagy a klímaügyi kérdésekben is. A horvát prioritások között szerepel még a Nyugat-Balkán integrációjának segítése is. Horvátország Finnország vette át az elnökséget, 2020. júliusában pedig Németországnak adja majd tovább.